Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, 7 óra 6 perc van, és május 5-e csütörtök, hogyha valaki nem tudná. A Györgyiket köszöntöm, és a születésnaposokat is. A szerkesztő Hazafi Zsolt. Lássuk, hogy ma az aktuálban mi mindennel foglalkozunk, a következő egy óra témái. Benyújtotta az alaptörvény 10. módosítását Varga Judit, a fő oka háború. De mit jelent egyáltalán az alaptörvény módosítása, és miért van rá szükség, amikor eleve kétharmad van, erről fogunk mindjárt beszélgetni. Aztán megvan az Unió 6. szankciós csomaga Oroszország ellen, sok minden mellett egyébként a legfőbb pont, hogy fél éven belül beszüntetnék a kőolajvásárlást Oroszországból. A csehek és a szlovákok már most jelezték, hogy ők kérnek 2-3 éves haladékot. Szijjártó Péter is megerősítette, hogy kapunk 1 év haladékot az orosz olajról való leválásra, majd azt mondta, hogy nem tudjuk felelősen megszavazni az újabb szankciókat. Mit jelent ez? Ezzel is foglalkozunk. Mérgező anyagokat találtak a Gödi kutakban. Egyelőre mindenki csak tippel, hogy mi lehet ez. A település melletti akkumulátorgyárat okolják a helyiek, de hivatalos tájékoztatást még nem kaptak. Hogy lehetséges ez? És talán erre is megoldás lenne egy önálló környezetvédelmi minisztérium. 180 civil szervezet ugyanis nyílt levélben kéri a miniszterelnököt ennek létrehozására. Miért fontos? Még ebben az órában erről is beszélünk. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Varga Judit benyújtotta az alaptörvény 10. módosítását, közölte Facebook oldalán az igazságügyi miniszter. Szerinte erre azért van szükség, hogy az orosz-ukrán háború okozta humanitárius és gazdasági kihívások kezelésére biztosítsák a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét. A vonalban Molnár Zsolt, az MSZP országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is. Kérem, hogy tegye először is helyre, hogy mit jelent egyáltalán az alaptörvény módosítása, miért fontos ez a kormánypártnak? Nyilvánvaló, hogy a kormánypártok az elmúlt másfél évben belekényelmesedtek abba a helyzetbe, hogy lényegében rendeleti kormányzással is tudják vezetni az országot. Sokkal egyszerűbb ez, hiszen nem kell végigjárni a parlamenti döntéshozatalnak azt a viszonylag szigorú rendjét, amit egyébként kétharmaddal könnyedén meg tudnak bármikor tenni, de nyilván egyszerűbb kormányrendeletekkel eltérni törvények alkalmazásától. Gyorsabban is meg lehet tenni. Ennek a szakmai indokai tulajdonképpen egy nagyon rövid ideig álltak fönn, amikor a pandémia idején tényleg olyan helyzet teremtődött, ami ezt akár indokoltá is tehette, de mostan rájutottunk oda, hogy tulajdonképpen veszély nincs, csak veszélyhelyzet, hiszen szinte minden korlátozást megszüntettek, ellenben fönntartották a veszélyhelyzetet. Látható ez, hogy ez már a pandémiára és a koronavírusra tekintettel érdemben ez már nem fenntartható. Oké, akkor az egyik indok az, hogy gyorsabban lehet kormányrendeletekkel meghozni döntéseket, ami mondjuk eleve ugye fura a civileknek, hiszen egy-kétharmadnál körülbelül nincs akadálya bármit meghozni, de mire hatalmazza fel még a kormányt, vagy mi lehet a másik indok, ami miatt alaptörvénymódosítás szükséges? Hát ugye egy drámai háború, egy szörnyű agresszió zajlik határon túl nem messze Ukrajnában, ahol ugye a ottani fegyveres konfliktus az mindenféleképpen elindított egy olyan humanitárius helyzetet, egy menekült hullámot, amelybe próbál belekapaszkodni a magyar kormány, hogy erre hivatkozással, ugye, hogy a szomszédos országban ilyen háború zajlik, emiatt indokolt egy újabb veszélyhelyzeti klauzula behozása, hiszen eddig ez nem szerepelt a jelenleg hatályos alaptörvényben, és most ki akarják egészíteni, hogy erre hivatkozással, erre a háborús helyzetre hivatkozással is lehessen kis túlzással az idők végezetéig fönntartani ezt a típusú veszélyhelyzetet, és újra eltérni a rendeleti kormányzással a sima rendszertől, tehát a rendes parlamenti rendszertől, ami ugye azért igazából érdekes, mert hogyha azt is mondjuk, hogy esetleg el lehetne fogadni azt a tényt, hogy az ukrajnai háború az borzalmas, és emiatt ugye szükség lehet gyors intézkedésekre, de ugye azt tapasztaltuk, hogy ez a rendeleti kormányzás az nem szakmailag indokolt módon zajlott az elmúlt másfél évben, hiszen tulajdonképpen 2020 novembere óta valami hasonló helyzet van, hanem lényegében
lényegében visszaélnek ezzel, és oda nem illő rendeleteket hoznak, amelyeknek a koronavírus járványhoz nem sok közük volt, inkább az önkormányzatoknak a sarcolásáról szólt. Ön tart attól, hogy most is erről lesz szó, hogy oda nem illő rendeletek születnek? Talán az, hogy én tartok-e, az egy szubjektív álláspont, de természetesen azt tapasztaltuk, hogy eddig az ilyen helyzetekben az oda nem illő döntések sorozatával találkoztunk, ami a gépjármű adótól az iparűzési adóig sarcként volt értelmezhető. Tehát empirikus módon egyszerűen abból a tényből, hogy eddig mit tettek, ebből arra lehet következtetni, hogy szinte kizárt, hogy ne éljenek vissza ezzel a helyzettel. Csoda lenne, ha nem így történne. Ezért van bennünk nagyon komoly aggódás, mert maga a háborús helyzet, és ami Ukrajnában zajlik, az természetesen szakmai indokként jogosan merülhet föl, hanem itt az a kérdés, hogy mire használják ezt, és hát eddig mindig arra használták, ami inkább visszaélés volt, mint élés a helyzettel. Akkor nem támogatják ezt a módosítást? Nem ült össze még a frakció és az elnökség, de azt kell gondoljuk, hogy így ebben a formában ez nem lesz támogatható, de ezt meg kell beszéljük. Ön szerint milyen módosítással elfogadható egy ilyen alaptörvény módosítás? Ez úgy lenne szakmailag indokolt, hogyha azt mondanánk, hogy a veszélyhelyzeti alkalmazhatóság az kibővülne a háborús helyzet veszélyével egy szomszéd államban. Ez még szakmailag akár felvethető lenne, azonban szükség lenne azokra a korlátokra mindenféleképpen, amelyek ennek az alkalmazhatóságát szűkítenék, hogy csak olyan helyzetekre alkalmazható a rendeleti kormányzás, ami összefüggés mutat például egy háborús helyzet kezelésével, a járványügyi helyzettel, akár a menekült hullámmal, humanitárius katasztrófával, egészségügyi változtatásokkal, olyanokkal, amelyek szükségesek azonnal egy intézkedés során, de például nem lehetne alkalmazni az önkormányzatok adórendszerének a megnyírbálásával, nem lehetne a sztrájkjog korlátozásával, tehát lennének benne olyan fékek, szükségesek lennének olyan fékek, amelyek nem teszik lehetővé, hogy túlterjeszkedjenek azon az indokon, ami egy szomszédos államban lévő háborús veszélyhelyzetből, vagy egy háborús konfliktusból adódik, vagy akár egy egészségügyi válsághelyzetből. Tehát ebben ez a igazi probléma, hogy valahogy sehogy nem nincsenek határai, nincsenek korlátai ennek az alkalmazhatóságnak, hanem kis túlzással egy korlátlan rendeleti kormányzást tesz lehetővé. Ilyenkor akkor a parlamentben ez hogy működik? Elindul mondjuk egy alaptörvény módosítása, és akkor önök például ezek szerint hozzácsatolnak további módosítást, hogy ez a javaslatunk meg az a javaslatunk milyen fékek kerüljenek bele ebbe? Erre is lenne lehetőség, hogy módosító javaslatokat fölvessünk. Ezek nem szoktak belekerülni az elmúlt 12 év tapasztalat alapján, ezért én ezt az egészet inkább egy kommunikációs vitának tartom. Nem gondolom, hogy ők szakmailag azt a típusú rendeleti kormányzásnak a korlátozását vagy keretek közé helyezését az bármilyen módon szakmailag támogatnák, de teszünk majd kísérletet, hiszen azt tényként kell megállapítani, hogy rettenetes háború zajlik mellettünk, ennek van humanitárius katasztrófa következménye, ez érinti Magyarországot, tehát ideig igaz állításokkal találkozunk, az már nem igaz állítás, hogy örökké valóságig egy rendeleti kormányzással kell visszaélnie a kormánynak a lehetőségeivel, illetve a hatalmával, ebben kellene mindenképpen korlátozás. Külföldön ez hogy működik? Van erre egyébként jó példa? Van olyan ország, akinél szintén van egy ilyen típusú, nem tudom, az alaptörvényt kell ott módosítani, vagy hogy működik, de hogy akkor hirtelen lehessen döntéseket hozni, mondjuk csak és kizárólag a háborúra vonatkozóan. Tud ilyen jó példát mondani? Nagyon tág a nemzetközi környezet. Hasonlatosak egyébként vannak, mint Magyarországon, ezért a fő probléma nem is azzal van, hogy a különleges jogrendnek valamilyen alkalmazhatósága előkerül, bár hozzáteszem az állandó alaptörvény módosítása, aminek gránatvilágságúnak kéne lenni, az önmagában megmosolyogtató, de ha ezen túllépünk, akkor az igazi probléma azzal van, hogy ahol jó példákat tudunk mondani, ott megvan az a társadalmi bizalom, hogy egy rendeleti kormányzásnál először is soha nem élnek vissza, és nem hoznak oda nem illő törvényeket. A második, hogy az időbeli korlátja az addig tart, amíg észszerű keretek között valóban fönnáll ennek
a veszélye. Nézzük most, hogy most mi a helyzet ebben a pillanatban. Még most is fönntart a járványügyi veszélyhelyzet, miközben nincsenek járványügyi korlátozások, csak egészen extrém példaként orvosi rendelőkben, kórházakban. Tehát tulajdonképpen úgy van járványügyi veszélyhelyzet, hogy nincsenek járványügyi korlátozások. És azt hiszem, itt ezzel el is érkeztünk az ördögi körnek a végére, hogy Magyarországon fönn lehet tartani tartalom nélkül, hiszen nincsenek érdemi korlátozások, mégis veszélyhelyzet van azért, hogy a kormánynak rendeletalkotási jogköre legyen. Na, ilyen nemzetközi példát nem tudok mondani, ahol ez így zajlana. Ennél sokkal demokratikusabban és átláthatóbban zajlanak ezek a korlátozások, például Franciaországban vagy Spanyolországban. Hogy látja, hogyha az ellenzék, vagy például mondjuk az MSZP nem szavazza ezt meg, vagy mondjuk nem tesz hozzá módosító javaslatot, akkor nem az a kép van a választópolgárokban, hogy na, az ellenzék mindent el akar gáncsolni, pedig háború van, hiszen tudjuk, hogy az egyik fő indoka ennek a mostani kétharmadnak az a háborús kommunikációja volt a Fidesznek. Természetesen ezért is beszéltem én is arról más ellenzéki politikus társam is, hogy az állandóan a minden tagadunk, és csak azért, mert a kormány mond valamit, az mindig minden körülmények csak rossz lehet. Ezen változtatni kell, tehát ennél nagyobb önmérsékletre és egy új politikai kommunikációra van szükség. Azonban kérdés, hogy ennek a pillanata-e egy alaptörvény módosítás, amelyik ugye újra lehetővé teszi a kormánynak, hogy partalan módon időbeli korlát nélkül örökkévalósági kis túlzással rendeleti kormányzást tegyen. Én azt hiszem, nem ez a pillanat, ahol be fogjuk bizonyítani az új politikai stílust, meg annak szükségességét, de valóban, amit ön mondott, annak van veszélye, hogy egy ilyen nem támogatásnál a kormány arra fogja felhasználni a kommunikációs teret, hogy arról tudjanak beszélni minél többet, hogy a háborús veszélyhelyzet elhárításáért az ellenzék nem partner, nem tartjuk fontosnak az ukrajnai menekülteket, köztünk az ottani magyarokat, hogy nekik lehessen segíteni, hiszen ezt csak rendeleti kormányzással lehet megoldani. A háború tovább fokozódik, ahogy mondani szokták, nemzetközi helyzet. Ugye láthattuk, hogy Kárpátalján is már sajnos háborús cselekményre is sor került. Ennek egy komoly veszélye van, ezért nem hamarkodtam el semmilyen választ, amikor azt kérdezte, hogy mi lesz a végleges döntésünk ebben a kérdésben, de jól át fogjuk gondolni, és helyes kommunikációval rá fogunk mutatni, hogy mi van a mérleg egyik, és mi a mérleg másik serpenyőjében. No, nagyon röviden beszéljünk így a végén arról is, hogy volt egy alakulóülés, amiről ugye az ellenzék egy része kivonult. Tegnap Hollik Istvánnal is beszélgettem itt az Aktuálban, aki azt mondta, hogy hát ez jól példázza, hogy igazából az ellenzék csak a fizetését akarja, mert letették az esküt, de az érdemi munkában nem vesznek részt, vagyis nem akarnak dolgozni. Röviden, mi erről az ön véleménye? Ez nem így van. Letettük az esküt, fölvettük a mandátumot, ezt egyetlen egy képviselő nem tette meg. Részt fogunk venni a munkába. Arra persze figyelni kell, hogy partalan, értelmetlen vitákban, ahol a Fidesz már eleve meghozott törvényjavaslatokat akar látszatvitára bocsájtani, ezekkel kapcsolatosan azért óvatosan kell politizálnunk, nehogy dísznek tűnjünk a sapkán egy bojtnak. Azonban azért választották meg a képviselőket, hogy végezzék a munkájukat. Lett egy választási végeredmény, ami nagyon sajnálatos és óriási önkritikára, és ezért beszéltem előbb, új stílusra van szükség, de az, hogy ne vennénk részt, és ne a fizetés, az, hogy csak a fizetésre járjának be a parlamentbe a képviselők, ez Hollik Istvántól erős túlzás. Volt egy kis zavar az ellenzéki oldalon, hogy ki mit tesz az alakuló ülésen, de mi arra a következtetésre jutottunk, hogy a választói akaratot tiszteletben kell tartani, akkor is, ha ez számunkra nem kedvező, ezért mentünk be a parlamentbe, és ezért fogunk ott minden lehetséges eszközzel küzdeni, de valóban annyi igazság azért van ebben a történetben, hogy nagy csodát egy negyedik kétharmados parlament esetén az ottani keretek között azért nem lehet elvárni. Szinte igen, nem választ várok. A Mi Hazánk rögtön benyújtott egy törvénymódosító javaslatot a mentelmi jog eltörlésével kapcsolatban. Erről mi az álláspontja az MSZP-nek? Össze fog ülni az MSZP frakció, és fogunk erről beszélni. Elhamarkodott választ ilyenben sem szerencsés adni. Ez a Mi Hazánknak a Covid helyzethez képest vagy hasonlóan egy régi témája, amikor az oltással kapcsolatosan, vagy a egészségügyi korlátozásokkal kapcsolatosan a Mi Hazánk nagyon ügyesen egy olyan kommunikációt hozott be a magyar köztudatba, amely összegyűjtötte azokat a szavazókat, akik erre rezonálnak. De ez az európai demokráciáktól első látásra idegen lenne egy ilyen intézkedés, vagy egy ilyen törvényjavaslat. Molnár Zsolt, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen, minden jót kívánok!
Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán reggel ismertette az EU 6. szankciós csomagját. Egyebek mellett az EU 6 hónapon belül fokozatosan megszüntetné az oroszországi kőolajbehozatalt, az év végére pedig a finomított olajtermékek importját is. A részletekről Újhely Istvánnal, az MSZP EP képviselőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Kedves csokolom, jó reggelt! És a HVG-n olvasok egy cikket, amelyben ugye Szijjártó Péter megerősítette, hogy mi is kapunk, illetve mi kapunk egy év haladékot. Ugye a csehek és a szlovákok is bejelentkeztek már erre, ők 2-3 év mentességet kértek. De azt mondta Szijjártó Péter, hogy egyébként nem tudjuk majd felelősen megszavazni ezeket az újabb szankciókat. Ez hogy működik? Csak egy részét szavazzuk meg, vagy nem? Vagy tehát mit tehetünk mi magyarok? Teljesen kaotikus a helyzet, óráról órára más hírek szivárognak ki a tárgyalásokról. Tegnap az éjszakai utolsó információm az volt, hogy visszavonta a vétóját Ausztria, Szlovákia, Magyarország, amit nem tudok megérteni, hiszen egyrészt a magyar érdek, másrészt pedig a kormány elős beleállása ebbe a vétóba eddig egyértelmű volt, még akkor is, hogyha bizonyos részeit támogatják. Itt mi történik most eljárásilag? Tegnap reggel a bizottság elnökasszonya bejelentette ezt a bizonyos 6-os szankciós csomagot, és már tegnap délután, illetve ma az uniós országok nagykövetei tárgyalnak, tehát a kormányok a nagyköveteiken keresztül egyértelműsítik az álláspontjukat. A 27 tagországból 3, esetleg 4 ország van, amelyik jelezte erős kifogásait, a többi már az előzetes tárgyalások alatt belement egy közös, egy nagyon kemény és az eddigi embargókhoz képest is egy újabb, hát egy nagy lépés közös megtételére. Egyébként nekem határozott álláspontom, és itt nem a magyar kormány mellé sorakozok fel, hanem a magyar társadalom érdekei mellé sorakozok fel. Erről tájékoztattam az Európai Parlamentet is, és az Európai Bizottságot is, hogy nem támogatom, hogyha olyan embargós csomag, egy olyan szankciós csomagot hoznak meg, amely Magyarország speciális érdekeit nem veszi tudomásul. Mert ez nem az Orbán kormányról szól, hanem ez arról, hogy a magyar társadalom, illetve a magyar gazdaság térdellőni saját magát, hogyha ránk is vonatkozna az a közös embargó, amiről egyébként most döntenek. A következő napokban összeül a tanács, a miniszterek pedig ott egészen biztos, hogy valami fajta közös kompromisszumos döntést kell, hogy hozzanak, hogy mi lesz a magyar álláspont, és a végén milyen mentességet, vagy milyen támogatást, kompenzációt tud Magyarország kiharcolni, ez egyelőre az átajtók mögött. Van, aki azt mondja, hogy nyilván figyelni fognak Magyarország érdekeire, különös tekintettel arra, hogy kvázi összeszerelő műhelye vagyunk Németországnak. Tehát, hogyha nálunk baj van, akkor a németek is még komolyabb bajba kerülnek, akiknek szintén azért elég erős függőségük van Oroszországtól, hogyha a gázellátást vesszük. Erről mi a véleménye? Eddig úgy tudott tevickélni Magyarország, egyfajta farvízen úszva az egész közös uniós embargós energiapolitikában, hogy Németországot hagytuk, hogy menjen előre, hiszen a német gazdaság, amelyik egyébként Európa legerősebb gazdasága, a német gazdaság is erőteljesen kitett az orosz kőolajnak, illetve földgáznak. Ezzel együtt Németországnak egészen más lehetőségei vannak, akár csak a tengeri kijáratai miatt, hogy alternatív útvonalakon hozzon magának energiahordozókat. Másrészt pedig Németország az elmúlt években folyamatosan és fokozatosan alakította át az energia ellátásának a ipari hátterét, és ennek köszönhetően egyre kisebb a kitettsége. Súlyos kritikám az Orbán kormánnyal szemben, hogy miközben egyébként 4 éve Orbán Viktor szó szerint azt mondta egy üzleti fórumon, hogy 2022-re Magyarország kitettségét és függőségét az orosz olaj és földgáz importnak megszüntetjük. Ehhez képest évről évre valami fajta sajátos bizniszt ezzel pluszba támogatva, de évről évre egyre
erőteljesebben kiszolgáltatott minket Moszkvának. De ezzel együtt mondom, hogy nem tudom, hogy a németek a végén hogy döntenek. Nekünk, Magyarországnak az az érdekünk, hogy ebben az embargós csomagban, a szankciós csomagban ebben nekünk mentességeink legyenek, mert legalább másfél év az az időszak, amikor fel tud készülni Magyarország, vagy akár a MOL fel tud készülni az orosz olaj import ilyen fokú megvétének. Ez hogy működik a gyakorlatban? Mit jelent a vétó visszavonása, és egységes álláspont kell, amikor egy ilyen szankciós csomagot bevezetne az Unió? Szankciós csomag döntéshez egységre van szükség, tehát bármelyik tagország meg tudja akadályozni, éppen ezért az egyetlen, inkább azt mondom, kettő lehetősége az Európai Bizottságnak a javaslat elfogadtatásához az, hogyha ott, ahol nagy problémát lát, és jogos problémát, tehát nem politikai, vagy mondjuk Putyin érdekeit kiszolgáló politikát, ilyenre is volt példa az elmúlt években, emlékezhetünk nem egyszer, Magyarországot azzal bírálták is az Orbán kormányt, hogy sajátos érdekeket szolgál, és nem az uniós, az európai közös érdekeket. De most nem erről van szó, most valóban Magyarország érdekéről beszélünk. Ebben az esetben, hogyha kapunk mentességet, tehát egy vagy két ország, mondjuk Szlovákia és Magyarország kap egy időbeni hosszabb mentességet, azzal már a kompromisszum fele tudják tolni a döntést. A másik pedig, hogy be kell nyugodni a pénztárcába, és azt kell mondani, hogy az ilyen országoknak, a közép-európai országoknak, akinek nincsen alternatív behozatali lehetősége, vagy legalábbis ez leszűkült, azoknak az országoknak segítünk anyagilag. Egy dolgot még hagyd tegyek hozzá. Bármi is lesz most a szankciós csomagban, a mostani háborús helyzet, a kiszámíthatatlan és megbízhatatlan Putyin, az agresszor Putyin. Ez azt jelenti, hogy Magyarországnak már ma délután azzal kellene foglalkozni a kormány oldalon, hogy hogyan építi ki a magyar alternatív vagy megújuló, fenntartható energiaforrásrendszert, mert ez elmaradt az elmúlt időszakban. Erre EU-s forrás is van, valami miatt ettől az Orbán kormány óckodott, szerintem személyes gazdasági pénzügyi biznisz okokból, de ez nem maradhat így, mert hogy évek, mire egyébként a megújuló energiaforrásokkal, mondjuk akár a napelem, akár a szélerőművel sikerül kiváltani a fosszilis energiahordozókat. Nagyon kifutottunk az időre, de hogyha időből, de hogyha összegeznünk kell, akkor jól értem, hogy az a nagyon ritka eset állt elő, amikor például ön is tudja támogatni a kormányzati törekvéseket Magyarország érdeke kapcsán, hogy kapjunk mentességet? Nem a kormányzati törekvéseket támogatom, hanem a magyar lakosság érdekét, és ezért önállóan is megfogalmaztam ezt a véleményt. Igen, nekünk vétóznunk, hát ha nem is vétóznunk kell, mert a vétókat nem szeretem az Európai Unióban, de ki kell harcolni a sajátos magyar érdekeknek megfelelő döntést, ebben támogatom a kormányzati álláspontot. Ez az egyetlen esélyünk, ha már ezt a szót használhatom, hiszen ezen a néven indítottam most az esélyközösség mozgalmat. Ez az egyetlen esélyünk arra, hogy ne lőjük térdem magunkat. No, erről a mozgalomról legközelebb bővebben. Újhelyi István, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, szép napot, szép mindenkinek. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. Ahogy Alice esett nyuszi barlangjába, úgy zuhanunk az áltudományok, a tudományellenesség és az összeesküvés elméletek mély üregébe, amelyet a közösségi média, illetve a koronavírus járvány csak tovább tágított, állítja a Sarlatánok kora című könyv. A mű társszerzőjét, Fajuna Nóra nyelvész, tudománykommunikáció szakértőt kérdezzük ennek okairól. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Egy most megjelent könyvről beszélünk, és arról is, hogy például ugye a háború kapcsán rengeteg álhírt is hallunk, de anno az oltások kapcsán is lehetett ilyen típusú álhíreket hallani. Ön az egyik szerző, ön mivel járult hozzá ehhez a kötethez? Köszönöm szépen! Ugye ez a Sarlatánok kora című kötet elsősorban az áltudományoknak a működésmódját, hatásmechanizmusát igyekszik bemutatni, és az áltudományok, mint a dezinformációnak egy formája,
szorosan összekapcsolódik összeesküvés elméletekkel, gyakran ugye álhírek formájában jelenik meg. Ezt a kötetet Kretni Péter szociálpszichológus kollégámmal ketten szerkesztettük, részben írtuk is, illetve rajtunk kívül még 15 hazai szaktekintély írt a kötetbe és járult hozzá írásával az áltudományoknak és ennek az egész dezinformációs univerzumnak a tárgyalásához. Önnyelvészként mit mond egyáltalán a dezinformáció, mit jelent? Hát a dezinformáció az ugye egy szándékos megtévesztés, szándékos manipulációt jelent, akár a hamis információknak a terjesztésével, akár a egyébként valós információknak olyan kontextusba helyezésével, olyan kiforgatásával, hogy ugye a végeredmény az mégis egy megtévesztés, mégis egy manipuláció lesz. Én nyelvészként és kommunikációs szakemberként főleg az áltudományoknak, tudomány ellenes elméleteknek a kommunikációját, retorikáját vizsgálom olyan szempontból, hogy mik azok a szövegbeli jellemzők, mik azok a retorikai fordulatok, vagy akár kifejezések, amik egyfelől mutatják ezeknek a tartalmaknak a hitelességét, mégis hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy az emberek számára meggyőzőek lehetnek. No, mondd nekünk egy-két példát, mire figyeljek, hogyha mondjuk dezinformációt szeretnék leleplezni? Vannak olyan felszíni jellemzők, amikről általában szoktunk ugye beszélni, hogyha mondjuk álhíreket olvasunk, ugye az ilyen clickbaites, szenzációhajház címeknél érdemes gyanút fogni minden olyan kifejezés, ami nagyon erősen akar hatni az embereknek az érzelmére, esetleg tartalmaz valami olyan kifejezést, ami egy erős polarizációt tud mutatni, tehát mondjuk a tudomány ellenes tartalmaknál általában a tudomány vagy a tudományos szereplők azok, akik egyfajta ellenségként vannak kiemelve, úgyhogy minden olyan kifejezés, ami mondjuk a mainstream tudománynak a támadását mutatja, ez egy általános jellemző tud lenni. Az áltudományok esetében az a nagyon jellemző, hogy a tudományos kommunikációnak a mímelésével, tehát mondjuk szakkifejezéseknek a használatával, vagy nem létező szakkifejezések megalkotásával igyekeznek megteremteni a tudományosságnak a látszatát. Ugye nem kell, hogy mindenki, elnézést, mindenki minden területnek szakértője legyen, és minden szakkifejezésnek utána járjon, de mondjuk egy ilyen jellegű tudatosság, vagy egy ilyen jellegű utána nézése egy adott szakmainak tűnő tartalomnak azért érdemes lehet, illetve ugye az érveléseknek a logikája az, hogy milyen érvelési hibákat tartalmaznak ezek a szövegek, azok még olyan nyelvi jellemzői ezeknek a tartalmaknak, amik mentén azért lebuktatható a hiteltelenség. Segítsen nekünk, hiszen most ugye a háború kapcsán azért nagyon sokat emlegetjük ezt a dezinformációt. Egyrészt helyese, amikor ezt civilek emlegetjük, másrészt ilyenkor, az ilyen típusú híreknél. Honnan tudom, akár nyelvészeti szempontból, hogy ez nem biztos, hogy megállja a helyét, és jó lenne utána olvasni más forrásból is? Ez azért egy sokkal nehezebb terep, mert még egy tudományosnak tűnő tartalom esetében, tehát hogyha valamilyen áltudománnyal van dolgunk, és gondoljunk egy csodadiétára, vagy valamilyen csoda gyógyhatású készítményre, ott már maga azok a fordulatok, amik azt mutatják, hogy ez valami minden betegségre gyógyírt ígérő termékről van szó, vagy egy olyan magát szakértőként beállító ember próbál meggyőzni valamilyen tudományosnak tűnő dologról, aki ugye azzal érvel, hogy ő az egész tudományos közegből kivetett próféta, ott azért egyértelműen elkezd gyanakodni az ember, még egy háború esetében, ami alapvetően tőlünk ugye távol van, tehát hogy nincsen közvetlen tapasztalatunk a történésekről, és csak a médiából tudunk tájékozódni. Itt azért nagyon nehéz lehet megmondani, hogy mik azok az egyértelmű jelek, amik mutatják azt, hogy egy hír mondjuk
egyértelműen hamis. Én azt gondolom, hogy ugyan azok a jellemzők, amik más tartalmú álhírek esetében gyanúra adhatnak okot, azokat itt is lehet alkalmazni, tehát hogyha valami olyan tartalommal találkozunk, ami nagyon egyértelműen polarizálja az eseményeket, vagy polarizálja a szereplőket, hogyha valamilyen összeesküvés elméleti szálat vélünk felfedezni benne, az, hogy a háttér hatalomnak egy mélybugyraiból menedzselt eseményről van dolgunk. Ugye a COVID kapcsán is ez volt az egyik fő narratíva, hogy ez egy ilyen háttérhatalom által ránkeresztett esemény. Azért ezek a jellemzők fölkelthetik a gyanút bennünk. Fali Jóna Nóra nyelvész, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. A Sarlatánok kora című könyv kapcsán beszéltünk. Szép napot! Köszönöm, viszont hallásra! Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Keresztes László Lóránt, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának LMP-s elnöke arról tartott sajtótájékoztatót, miszerint 3 kút vízminőségének vizsgálata során olyan anyagokat mutattak ki, amelyek a törvények alapján ugyan nem számítanak veszélyesnek, de toxikus hatásúak. A problémára a helyi civilek hívták fel a figyelmet. Arra kérik az illetékes kormányhivatalt, hogy vizsgálja ki a Gödi szennyezési ügyet, majd annak eredményéről tájékoztassa a lakosságot. Vendégünk Keresztes László Lóránt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! Na, hogy zajlott ez a vizsgálat? Úgy tudom, ugye, hogy civilek kezdeményezték, sok 100 kutat vizsgáltunk, amiből 3 darabnál mérgezés volt, vagy 3-at vizsgáltunk, amiben meg volt ez a toxikus anyag? Igen, valóban. Itt néhány kutat vizsgáltak, de ugye az aggasztó, hogy ezek a kutak, amiket vizsgáltak, ezek viszonylag távol vannak a gyártól, gyáregységtől. Ugye itt olyan anyagokat találtak, olyan vegyi anyagokat, amelyeket az akkumulátorgyártásnál alkalmazzák is. Ugyan konkrét bizonyíték nincsen, hogy a gyár tevékenységével van összefüggésben, de azt gondolom, hogy ez értelemszerű mindenki számára, hogy ilyen anyagokat találnak, akkor a helyzet ez. És ugye nem lehet tudni még azt sem, hogy itt egy folyamatos szennyezésről van szó, vagy egyszeri eset történt. Tehát mindenképpen aggasztó ez a helyzet. És az a szomorú, hogy ugye itt a vízjogi vagy vízügyi hatóságként fellépő katasztrófavédelem, amelyek a vízjogi engedélyét kiadták, és amelyek végzik ezeket a folyamatos ellenőrző kutatásokat, ezek nem adják ki az információkat. Tehát elviekben a katasztrófavédelem számára rendelkezésre állnak vízminőségi vizsgálatok, vízminőségi adatok, úgyhogy ezért fordultam levélben belügyminiszter úrhoz, hogy ezt a tarthatatlan helyzetet azonnal oldják meg, és adják ki az információkat, és adjanak pontos tájékoztatást a lakosság számára, hogy konkrétan milyen kockázatokat is jelent ezeknek az anyagoknak a jelenléte a talajvízben. Vizsgálnak egyébként innentől kezdve majd közelebbi kutakat is? Tehát számíthatnak arra a helyiek, hogy mondjuk akkor tudjanak róla, hogy tök közel lakik az akkumulátorgyárhoz, lehet, hogy nála sokkal nagyobb koncentrátumban van a vízben benne ez a toxikus anyag. Igen, azt gondolom, hogy ez fog következni, tehát mi a kormányhivatalnak is írtunk egy levelet. Ugye a civilek által, vagy a Gödért Egyesület által elindított, vagy megrendelt vizsgálat is azt javasolja, hogy további kutatásokra kerüljön sor, ezért írtunk a kormányhivatalnak, nyilván az alapvetően az ő felelősségük, hogy ezek a vizsgálatok megtörténjenek, és akkor látni fogjuk pontosan, hogy mit keresnek ott ezek az anyagok. És ugye a bevezetőben is elhangzott, hogy a jelenlegi vonatkozó szabályok szerint ugyanezek nem minősülnek veszélyes anyagnak, de önmagukban a megítélésük szerint ezek toxikus anyagok, és semmi keresni valójuk a talajvízben. És ugye az is aggasztó, hogy zöld szakértők szerint az ilyen gyáregységek azok gyakran használnak éppen olyan eltérő vegyületeket, vagy olyan anyagokat, amik esetleg mondjuk még nem is szerepelnek a szabályozásokban. Tehát tényleg a jelenlegi helyzet az, hogy további vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy egyáltalán a kockázat mértékét meg lehessen pontosan ítélni. És nyilván a legfontosabb ennek az elhárítása és a lakosság tájékoztatása. Úgy tudom, hogy gyártól is kértek állásfoglalást, és vizsgálat indult. Igen, mi őket is keressük, illetve ugye a helyi önkormányzati képviselőnk adott egy tájékoztatást, hogy a gyár maga vizsgálatokat rendel el, tehát helyszíneket keresnek, és további mintavételek lesznek és vizsgálatok. Ez nagyon fontos, tehát nyilván itt egy akut helyzetről van szó, aminek a pontos súlyosságát, a probléma súlyosságát látnunk kell,
De a másik oldalról arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy itt egy nagyon súlyos rendszer probléma önmagában az, és itt látható, hogy szétverték a környezetvédelem intézmény rendszerét, hogy a helyi civileknek kellett erre a problémára felhívni a figyelmet. Ez nyilvánvalóan tarthatatlan, és ezért én magam is mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy olyan módon tudjuk alakítani a hatóságoknak a működését, hogy az ilyen ügyeket a hatóságok tárják fel, akiknek ugye elviekben ez a feladata. Mint ahogy a következő témánk majd az lesz, hogy 180 civil szervezet kéri azt, hogy legyen önálló környezetvédelmi minisztérium egy ilyen, például segítene bármit egy ilyen ügyön? Én azt gondolom, hogy ez mondhatjuk, hogy egy szimbolikus lépés, de mégsem az. Tehát látható, hogy az elmúlt ciklusokban, most már mondhatjuk így az elmúlt sok ciklusban, sajnos nem abban az irányba indult el a jogalkotás, ami az egyre súlyosabb rendszert jelentő környezetpusztítással szembe tudna nézni. Tehát mindenképpen mi is javasoltuk már ciklusokkal ezelőtt, és javasoljuk most is, és nyilván támogatjuk a civilek javaslatát, hogy legyen egy olyan tárca, ami a korunk egyik legnagyobb kihívásával, a környezetpusztítással és ugye átfogó megközelítésben az éghajlatváltozással és ezekkel a jelenségekkel meg tud küzdeni. De nyilvánvalóan itt az emberről is a legfontosabb, hogy az a hatósági rendszer az álljon helyre, ami az ilyen jellegű problémákat egyrészt fel tudja tárni, másrészt nagyon fontos az olyan fajta jogalkotás, amiben meg lehet előzni ezeket az ügyeket. Tehát például itt gondolunk nem csak arra, hogy a környezetvédelmi hatóságoknak hatékonyabban kell működni, de amikor egy ilyen veszélyes üzem engedélyt kap, akkor lényegesen szigorúbb szabályokat kell előírni. Mit javasol addig a gödieknek egyáltalán ezeket a kútvizeket, mire használták? Én azt gondolnám, hogy mondjuk praktikus onnan öntözni egy kertet, ami azért Gödön előfordul, valószínűleg bepánikolnék és nem tenném. És semmiképpen sem szeretnék sem pánik hangulatot kelteni, sem pedig javasolni. Mi azt tudjuk tenni, hogy azok, akiknek ez kötelessége, azok tegyék meg. Tehát legyenek pontos vizsgálatok. Ugye most jelen helyzet szerint ezek a vízminőségi vizsgálatok nem mutatnak ki konkrétan veszélyes helyzetet, ugye jelen jogszabályok értelmében, de az biztos, hogy a lakosság megnyugtatása érdekében a legfontosabb az újabb vizsgálatok, és a már egyébként meglévő, csak eltitkolt, valamilyen oknál fogva eltitkolt vizsgálati eredményeknek a publikálása. Én azt gondolom, hogy minél hamarabb egy gyárnak is adni kell megfelelő lakossági tájékoztatást a katasztrófavédelemnek, és én bízok benne, hogy a Bedi miniszter úrnak írt levél nyomán ez mi hamarabb megtörténik, és meg tudják nyugtatni a lakosságot, hogy igazából jelentős probléma nincsen. Én ebben bízok, de nyilvánvaló, amellett, hogy bízunk abban, hogy nincs jelentős probléma, amellett meg el kell végezni ezt a munkát, ami kötelesség ezeknek a hatóságoknak. Én meg bízom benne, hogy akkor ezt is majd tájékoztat róla minket, hogy mi történik és mi a fejlemény. Keresztes László Lórend, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Én köszönöm, és szép napot kívánok mindenkinek. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. 180 civil szervezet nyílt levélben kéri a miniszterelnököt arra, hogy a megalakuló kormányban önálló minisztérium képviselje a környezet és klímavédelmet. A levelet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a WWF Magyarország indította útjára. A telefonnál Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Igen, jó napot! Miben lenne más, hogyha lenne külön egy környezetvédelmi minisztérium? Most ugye a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz tartozik ez a témakör, hogyha lehet így fogalmazni, 2010 óta. Hát az a helyzet, hogy ez a témakör szétdarabolódott a különböző minisztériumok között, mert a vidékfejlesztésnél van a természetvédelem, illetve a környezetügy egyik része, az energia, klíma, ügyek, hulladék az innovációs minisztériumnál, és a vízzel foglalkozó kérdések pedig a belügyminisztériumnál. Mi úgy látjuk, hogy a környezetügyön belül sem történik meg az integráció, a különböző szempontoknak az összeolvasztása, és magában a kormányzati munkán belül sajnos ez egy kicsi hangsúlyt kap. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy akkor működne jól a környezetpolitika, akkor működne jól az a szemlélet, ami megvédi ugye az emberek egészségét, illetve a természeti erőforrásokat a jövők számára, hogyha egy önálló tárcán belül kapnának helyet ezek a kérdések. Mennyire lehetne ez hatékonyabb innentől kezdve? Hát úgy gondoljuk, hogy ez egy jelzésértékű döntés lenne. A környezetpolitikának, a környezetvédelemnek egy magasabb szintre helyezése,
és másrésztről pedig az érdekérvényesítő képessége, a tárgyaló képessége jobb lenne ennek a szempontrendszernek, nem sikkadna el a különböző gazdasági ügyek mellett, mint például az agrárium, erdészet, vagy pedig mondjuk a közlekedéspolitika, energiapolitika. Ön szerint, hogyha meghallgatásra kerül ez, egyáltalán most így aktuális lehet egy kormányalakítás közben, akkor mondjuk lát olyat, aki alkalmas lenne ennek a posztnak a betöltésére, mint mondjuk környezetvédelmi miniszter, vagy mondjuk a civil szerveződésből kellene kikerülnie? Hát azt gondolom, hogy ugye hát a minisztériumokat politikusoknak, szakpolitikusoknak kell vezetni, és ehhez ugyanis nem kompetenciánk mondjuk megjelölni embereket. Vannak alkalmas emberek a kormányzatiban, vagy pedig ugye a kormánypárt környékén, vagy magában a kormánypártban. Én azt gondolom, hogy ez nem személyi kérdés, ez egy strukturális szakmapolitikai kérdés. Egyre többet beszélünk azért környezetvédelemről, egyre többen hangsúlyozzák, hogy ez lesz ugye a fő kérdésköre a következő, hát nem is évszázadnak, most már évtizednek, éveknek. Ön szerint mekkora támogatottsága lenne a választópolgárok körében egy ilyen típusú minisztérium, különálló minisztérium létrehozásának? Hogy látja, változtunk ebben? Hát a WWF Magyarország pár hete készített egy közvélemény kutatást ebben a kérdéskörben. A választópolgároknak több mint 90%-a fontosnak tartja azt, hogy a kormányzat hangsúlyosan kezelje a környezetügyet, és kb. 70%-a, több mint kétharmada egy önálló minisztériumnak a gondolatát támogatja. És ez az elképzelés úgy tűnik, hogy ez nem párt függő, tehát nem politikai pártvélemény függő. A kisebb települések és a nagyobb településeken egyaránt támogatják ezt a kérdést, sőt, érdekes, hogy a kisebb településen lévők egy lehelettel még jobban támogatják azt a gondolatot, hogy legyen önálló környezetvédelmi minisztérium. Lehet, hogy azért, mert nekik több közük van a környezethez. Igen, a vidéki ember a csontjaiban érzi az éghajlatváltozást, ő látja, hogy ha például a mezőgazdaságban érzékelhető, ugye az idei tavasz is egy nagyon száraz időszaka kezdődött, vagy pedig a nyári hőségek, amikor még a csapadékosabb, vagy régen csapadékosabb Nyugat-Magyarországon is kiég a fű, de ezek napi élmények. De hát a városi ember is érzékeli a klímaváltozást, a nagy esőzések, vagy pedig a melegek által, de ez csak egy tényező. Ugye a biológiai sokféleség elvesztése, ami a természeti erőforrásainak az egyik legfontosabb része, ez nem csak azzal veszélyeztet minket, hogy egy-két fajt szép állatot vagy növényt elvesztünk, hanem az élelmiszer termelésünk roppanhat meg, akár középtávon is. Szóval Magyarországnak nagyon kell óvnia a természeti erőforrásait, már csak azért is, mert hogy ugye a geopolitikai helyzet, a pandémia rámutatott arra, hogy magunkra kell számítani. Szóval egy sokkal energiafüggetlenebb, élelmiszerfüggetlenebb struktúrát kell kialakítani a gazdaságunkban, és ehhez az kell, hogy a természeti erőforrásainkat megőrizzük. Ez egy nyílt levél, amiről beszélünk, de fordultak mondjuk képviselőkhöz is, hogy kapjanak támogatást? Hát mi elküldtük a miniszterelnöknek ezt a levelet, hogy 180 civil szervezet, nem csak környezetvédők egyébként csatlakoztak ehhez a levélhez, és hát közé tettük a sajtóban, ilyen értelemben mi nem egyes képviselőket kerestünk meg, hanem magát a kormányfőt, akinek a kompetenciája, illetve a feladata, hogy a kormányzati struktúrát összeállítsa. A Magyar Természetvédők Szövetsége mekkora szövetség egyébként, és mivel foglalkoznak pontosan? Hát 100-nál több tagszervezetünk van Magyarország minden megyéjében. Egyrészt azzal foglalkozunk, hogy helyben segítsük a természeti értékeknek a védelmét, másrészt az oktatását a különböző gyermek és felnőtt korcsoportoknak,
ezekre a kérdésekre, de foglalkozunk környezetpolitikával, tanácsot adunk a kormányzatnak, akár az Európai Unió szintjén is hallatjuk a hangunkat, ezek a fő tevékenységeink. Önök hogy látják a saját környezetükbe? Igaz az, valid az az állítás, amit mondtam, hogy egyre többet foglalkozunk és egyre komolyabban vesszük itt Magyarországon is a környezetvédelem tematikáját? Igen, én úgy gondolom, hogy igen. Az emberek sokkal tudatosabbak ebben a kérdéskörben. Sokan megpróbálják megtenni azokat a lépéseket, amelyek egy energiatakarékosabb életmódhoz tartozik például, de ehhez segítséget kell adni, mert hogyha maga a nagy rendszerek, a gazdasági rendszer, vagy a szolgáltatások rendszere nem támogatja azt, hogy a pénzünket úgy költsük el, hogy környezetbarát legyen, akkor bizony nagyon nehéz az egyéneknek is lépni. Ezért kell ezt szakmapolitikai szinten, kormányzati szinten megfelelően kezelni. Farkas István, a Magyar Természetvédek Szövetségének társelnöke. Köszönöm szépen! Köszönjük mindenkinek, minden jót kívánok! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. 8 óra 6 perc van, szép jó reggelt azoknak, akik most csatlakoznak, és azoknak is, akik már velünk vannak egy órája. Lássuk, hogy az aktuál hátra levő részében mivel foglalkozunk. Gyűlnek a felhők a magyar gazdaság felett, legalábbis egyre többen mondják ezt, mindjárt elemezzük majd a legfrissebb számokat, illetve hogy mi várható. Aztán megkérdezem majd Márki-Zay Pétert, hogy valóban lepaktálta a NER-rel, ezzel támadja ugyanis a DK, miután fegyverszünetet kötött Lázár Jánossal egy hódmezővásárhelyi sajtótájékoztatón. 1000 álláshelyet ajánl fel Budapest annak a 400 dolgozónak, akit a Tungsgram az évvégi elbocsátással fenyeget. Meglátjuk, hogy milyen munkahelyekről van szó, például mehetnek dolgozni a vízművekhez, vagy a BKV-hoz. Kis Ambrus főpolgármester helyettes lesz a vendégünk. Tegnap volt a tűzoltók világnapja. Nagyon ritkán beszélünk róluk, ma meg fogjuk tenni. Érdekel például az is, hogy javult-e náluk a szakemberhiány, vagy hogy kell még plusz munkát vállalniuk, hogy egyáltalán megéljenek. A szakszervezettel fogok beszélgetni. És az adás végén szó lesz arról, hogy a női startupok uralják a Design Terminál mentor programját, hogy mit jelent ez pontosan, majd elmondják a szervezők. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A Policy Agenda intézet által számított negyedévi gazdasági fejlődés indexe jelentős visszaesést és komoly nehézségekkel terhelt évet jelez. Szerintük az általános gazdasági javulás és elfogadhatónak vélt folyamatok kedvezőtlenre fordulására lehet számítani. Gyűlnek a felhők a magyar gazdaság felett, lapangó infláció, szigorítások várhatnak ránk. A részletekről Bejó Pált, a KSH korábbi elnökét, az intézet vezető tanácsadóját faggatjuk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket! Azt talán szerintem már nem kérdés senki számára, hogy jelenleg éppen bajban van a magyar gazdaság. Itt beszélhetünk a forint árfolyamról, vagy mondjuk az inflációról. Önök hogyan látják, mekkora a baj? Úgy tűnik, hogy a tavalyi kedvező év ellenére, ugye amikor a GDP 7,1%-kal tulajdonképpen 55 ezer milliárd forint fölé emelkedett, az idei év már komolyabb nehézségeket fog hozni. Ezt alátámasztja egyébként a Magyarország friss konvergencia programja is, amely tulajdonképpen hasonlóan pessimista a most általunk összeállított gazdasági fejlődési indexben megfogalmazottakkal, hiszen egy pessimista forgatókönyv esetén a konvergencia program is csak 3,3%-os GDP növekedést mond, jelentős visszaesést jelez az exportban és az importban, 9,6%-os inflációt, úgyhogy a kormány is úgy tűnik, hogy számol egy nagyon kedvezőtlen dologgal. Tulajdonképpen több oldalról is közelíthetjük a helyzetet. Valószínűleg az árstabilitás az egyik nagyon komoly probléma, hiszen árstabilitás nélkül nem fog rendesen működni a gazdaságunk. Egy magas inflációs környezetben pedig nagyon nagy kérdés, hogy a recessziót meg lehet-e úszni. Hát a fékező monetáris politika is tulajdonképpen ilyen recessziót okozhat nyilvánvalóan. Jelenleg meg tudjuk, hogy
jelentős mértékig kamatokat kénytelen emelni a Nemzeti Bank. Ugye a befektetők jelenleg ugyan nem adnak hangot túlzottan a pesszimizmusoknak, de nem is optimisták és várakozó állapotban vannak. Hát nagy kérdés, hogy a munkaerő kereslet kínálattal mi lesz, és hát nagy veszélye van az árbér spirálnak. Tehát nagyon komoly mértékig megtörtént az elmúlt évben, illetve ez év elején a jövedelem kiáramlás emelkedése, növekedése. Ugyanakkor változatlanul jelentős béremelési igények vannak, amelyek meg, ha ez nyilván bekövetkezik, akkor további keresletnövekedést okozhat, amely meg infláció növekedést eredményez. Úgyhogy ragozhatom ezt tovább, de tulajdonképpen a tavaly elkezdődött szállítási nehézségek a világgazdaságban, a nyersanyag, energia áremelkedések okozta problémák, az iparban bekövetkezett hát termelés visszaesések és jelentős késztermék, félkésztermék hiányok, azok mind lassítják a gazdaságnak a normalizálását. Hogyan látja, ugye a újabb szankciós csomagnál tartunk az Unió kapcsán, ez már a hatodik, amely Oroszország ellen irányulna, de hát azt veszi észre az Unió összes tagországa, és mi is, hogy ezek azért valamilyen szinten visszahatnak ránk, gazdasági szempontból is. Ez így van? Hát ez teljesen egyértelmű, úgyhogy egészen biztos, hogy a gazdálkodásban feszültségek lesznek, ugye, hát hiánycsökkenések lesznek valószínűleg, a termelésnek bizonyos leállítása egyes területeken, autóiparban, vagy a termelés lassulása bekövetkezik a félkésztermékek miatt. Egyébként pedig valószínű, hogy az egész háborús helyzet az kihat Európára jelentős mértékig, ugye át kell építeni az energia ellátást, az útvonalakat, és ez mindenképpen nagyon komoly mértékű olaj-gáz drágulást is fog jelezni. Nagyon plasztikusan az Európai Unió Statisztika Hivatala által azt hiszem, valamelyik cég összeállította a Európa nagyvárosaiban bekövetkezett egy év alatti gáz, fogyasztói gáz áremelkedéseket, és hát nagy európai városokban 150-200% fölötti gázáremelések voltak egy év alatt. Tehát ez hat nyilvánvalóan a lakosságra. Ugyanakkor meg azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar helyzet is nagyon kedvezőten, hiszen a MÁV korábban azt hiszem a fajlagosan 30 forintot költött a villanyáramra az elektromos vonatok közlekedtetésénél, és ez most 400 forint fölé emelkedett. Tehát hihetetlen mértékig megdrágultak bizonyos dolgok, és ennek nagyon komoly hatása van. Közben ugye van egy árstopp, illetve hát több is, az üzemanyagra vonatkozóan is, és élelmiszerekre vonatkozóan is. Sokan azt mondják, hogy brutális áremelésre kell majd számítani, ami tovább rontja majd az inflációs adatokat nyáron. Ön hogy látja ezt röviden? Igen, úgy tűnik, hogy a kormánykommunikáció is változott ez ügyben. Ugye korábban azt hallottuk, hogy megvédjük a lakosságot, meg a vállalatokat ettől, most azt halljuk, hogy a költségvetés terhei azok olyan nagyok, hogy el kell gondolkodni azon, hogy meddig bírja a költségvetés ezeket a támogatásokat, hát nem sokáig nyilvánvalóan. Tehát az inflációt egyrészt gerjeszti a jövedelemkiáramlás, ugyan a jelenlegi ástopp az még kedvező lehetne, és a számítások szerint ez a fogyasztásban egy olyan 4-5% csökkenés jelent a jelenlegi fogyasztói árakban az inflációban, de hogyha ezt felszabadítják, akkor egyértelműen jelentkezik ez az árnyomás a fogyasztásban. A belföldi ipari termelői ár éves szinten már januárban 36%-kal emelkedett. Ez egy hihetetlenül inflációt gerjesztő tény. Aztán nem beszéltünk ugye a rettentő gyenge forint árfolyamról még, ennek több oldalról is hatása van. Alapvetően az, hogyha a korábban beszerzett importáruk elfogynak, akkor már csak nagyon jelentősen drágábban lehet megvenni. Tehát már januárban 20%-kal drágultak az élelmiszer nyersanyagok, és ez valószínűleg a háború miatt tovább drágul. Brutális folyamatok, fogunk még róla beszélni. Bejó Pál, a KSH volt elnöke, a Policy Agenda tanácsadója. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen, viszont hallásra. Spirit FM 92.9.
a nagyváros hangja. Az elmúlt évek olykor sértő és becsmérlő politikai hangneméhez képest különleges munka megbeszélésen van túl Lázár János és Márki-Zay Péter. Az országban egyedül Hódmezővásárhelyen valósult meg az, hogy a nyertes kormánypárti képviselő, jelesül Lázár János leüljön az ellenzéki városvezetővel megbeszélni, hogy miként tudnának együttműködni. A találkozóról Márki-Zay Pétert, Hódmezővásárhely polgármesterét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És valóban, aki látta ezt a sajtótájékoztatót, nekem volt szerencsém élőben, mert akkor is éppen adásra készültem, az talán meglepődött azon, hogy ez egy furcsa, vagy sokak szerint példaértékű sajtótájékoztató volt. Fegyverszünet, fogjunk össze, a Hódmezővásárhelyi érdeke a legfontosabb, elindult egy konszolidáció, vagy máshol is lesz ilyen? Ez egy jó példa? Hát ezt ugye nem tudjuk, mert én is meglepődtem a kezdeményezésen, de nyilván polgármesterként az ember soha nem mondhat nemet, hogyha a térség országgyűlési képviselője megjelenik, és felajánlja a segítségét az eddig szerintem éppen általuk akadályozott fejlesztéseknek a tovább gördítésével. Mert bocsánat, ez így indult, hogy Lázár János bejelentkezett önnél kvázi, hogy hello Péter, üljünk lebeszélni? Hát először is volt részemről egy gratuláció, amit nyilván egy választási vereség után éppen az újságírók kérdeztek rá, hogy én gratuláltam el a győztesnek. Hát Orbán Viktornak nem volt meg a száma, de a Lázár János száma megvolt. És két nappal a választás után föl is vette a hívásomat, ez eddig nem sokszor fordult elő, de fölvette a hívást, és én elismertem ugye a vereségemet. És akkor is mondtam neki, természetesen a jövőben is, ahogy én eddig az elmúlt 4 évben is mindig kifejeztem, most is elmondtam, hogy én nyitott vagyok az együttműködésre a város érdekében. És ezután a sajtón keresztül értesültem arról, hogy ő egy találkozóra invitál engem, és hát természetesen ezt elfogadtam, hogyha ebből a városnak előnye van, ennek nagyon örülök, ennek az elmúlt 4 évben is így kellett volna egyébként lennie, és az ország minden városában így kell lennie, hogy a térség országgyűlési képviselője az mindenkivel együtt kell működjön, ugyanúgy, mint a polgármester, a település fejlesztése érdekében. Ezt gondolom, hogy nem vita, vagy nagyon sok választópolgár várta azt, hogy legyenek ilyen típusú megbeszélések. Ez egy 2 órás találkozó volt. Más is szóba került? Természetesen. Hát mi egy nagyon hosszú listát néztünk át, amiből aztán kiválasztottunk 3-4 elemet, amiben már most egyetértésre tudunk jutni, illetve hát amiben talán Lázár János úr segítségével most újra elindulhat az egy ideje már álló, de korábban folyamatban lévő fejlesztés. Ez így nagyon rózsaszínnek tűnik, de ezek között volt olyan pont például, ami önnek, illetve Hódmezővásárhelynek igen fontos, és mondjuk konfliktus lehet belőle, vagy azt mondta Lázár János, hogy jó, ezzel várjunk még egy kicsit? Hát azt nem tudom, hogy pontosan mire gondol, ezek mindegyik. Tehát az a 20 dolog, amit én vittem oda, az szerintem mindegyik fontos Hódmezővásárhelynek. És ezek, amiket kiválasztottunk, ez is. Ugye itt egy iskolafejlesztés, ami nagyon komplex. Itt a helyi szakképzést eddig inkább az én felfogásom szerint leépítette a kormányzat. Volt egy nagyon jó műszaki szakközépiskola, aminek a helyén most tó áll. Az eszközei például robotok, amit a robotika oktatásra használtak, az egy mezőgazdasági szakiskolának a raktárában áll. Tehát ez a fajta leépülési folyamat, ez meg kellene, hogy forduljon a helyi vállalkozók érdekébe. Egy másik projekt a környék mezőgazdasági útjainak és kerékpár útjainak fejlesztése. Ez a helyi mezőgazdasági vállalkozóknak is érdeke, nem csak a lakosoknak és a turizmus szempontjából fontos. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek mind olyan projektek, amelyek fontosak és érdekesek, és a többi is az. Beszéltünk a város műemléki gondozásáról, a város arculatáról, a belváros élhetőbbé tételéről, parkolók fejlesztéséről. Tehát nagyon sok olyan téma van, ahol eddig politikai konfliktusok miatt állt a fejlesztés, vagy lehet másokkal is annak, hogy a kormánynak lehet, hogy esetleg anyagi forrása sem volt annyi, mint nekünk kellett volna. De hogyha most bármelyik ezek közül el tud indulni, az a városnak nagyon fontos lesz. Ezt természetesen teljesen el kell választani a politikától, nyilván van egy csomó más politikai kérdés, amiről azért is nem beszéltük, mert tudjuk, hogy nem értünk egyet. Igen, nem tudom, mennyire lehet elválasztani a politikától, hiszen ez maga a politika. Na, de van egy fontos kérdésem. Arról volt hangos a sajtó, és mi is nagyon sokat beszéltünk erről
különösen a Covid időszak alatt, és ez úgy tudom, hogy nem változott, ugye, hogy az ellenzéki vezetésű városoknál nem kaptak kompenzációt igazából a települések azután, hogy az iparűzési adót elvonták tőlük. Ez például szóba került? Hódmezővásárhelyen ez egyáltalán probléma volt, ez a kiesés? Hát természetesen probléma volt, de itt kivételesen azért azt kell mondani, hogy ez nem pontos, ahogy fogalmazott, ugyanis az, hogy hol húzták meg a határokat, abban lehetett politikai szempont, de az, hogy ellenzékiek nem kaptak, az nem igaz. Tehát úgy történt, hogy adóerőképesség alapján három csoportba sorolták a településeket, ugye egyrészt, és ez is csak a nagyobb település, a 25 000 fő fölötti település, mert az alattiak azok a teljes kompenzációt megkapták. Az, hogy pont 25 ezernél húzták meg, és mondjuk nem 30-nál, abban lehetett szerepe annak, hogy 25 és 30 között például több ellenzéki város van, vagy aránylag sok. Tehát ez lehetett egy politikai szempont, de 25 ezer alatt mindenki megkapta a politikától függetlenül, a fölött pedig 0, 75 és 100%-os kompenzációt kaptak a települések. Az olyan alacsony adóerejű városok, mint Hódmezővásárhely például 100% kompenzációt kapott, tehát mi ezt a 600 millió forintot, amit veszítettünk ezzel az intézkedéssel, azt megkaptuk tavaly. Hogyan látja ez Lázár Jánosnak? Igazából egy Hódmezővásárhelyet miatt fontos találkozó volt, vagy azért a találkozónak és a hangulatának, a kimenetelének van politikai üzenete is? Hát szerintem Lázár János, mivel hogy Lázár János kezdeményezte, ezért nyilván elsősorban ezt tőle kellene megkérdezni, én is megkérdeztem. Ő nekem is azt mondta, amit a sajtótájékoztatón, hogy vásárhelyieket szeretné ezzel szolgálni. Ez lehet egy logikus lépés, hogyha ő 2,5 év múlva meg akarja nyerni itt az önkormányzati választást velünk szemben, és hát nyilván ezt azért jogosan feltételezzük, hogy ő ezt eddig azzal próbálta elérni, hogy nem segített a vásárhelyeket, illetve a vásárhelyi fejlesztéseket. Lehet, hogy stratégiát változtatott, most úgy próbálja a vásárhelyeket meggyőzni majd, hogy segíti. Ez egy politikai számítás, de őszintén szólva legitim, tehát nincs. És hát őszintén megint csak a polgármester ennek csak örülni tud. Természetesen mi örülünk annak. Mi fejlesztettük a városba, csak azt akartam, hogy az elmúlt 4 évben még ennek a konfliktus ellenére is. Lázár Jánosnak a tramtrénje megépült, egy közel 3 milliárdos kórházfejlesztés is a vége felé járt, tehát az is elkészült. Ugyanakkor mi az ellenzék mindenféle ellenszéllel ellentétben helyi adókat töröltünk el, vállalkozóknak csökkentettük, a ingyenes buszközlekedést vezettünk be, kijavítottuk a közvilágítás hibáit, kiharcoltuk a várost elöntő ATEV bűz, ez a fehérre feldolgozó szagnak a megszüntetését, és nagyon sok mindent értünk el. Tehát én azt gondolom, hogy eddig is fejlődött a város, örülök annak, hogyha most még néhány projekt elindul. Nyilván volt, aki kritizálta ezt a találkozót, illetve ennek a hangulatát, a DK konkrétan úgy reagált erre, hogy kvázi együttműködik Márki-Zay Péter a NER-rel, mindenki annyit ér, amennyie van. Hogyan reagál erre, és hogy látja ezt a találkozót annak a tükrében, hogy mindemellett ön azért ellenállást hirdetett, vagy ez már nincs? De természetesen van. Azt tudni kell, hogy ebben a rendszerben, és nyilván ebben nem értünk egyet a DK-val, hogyha valaki azt gondolja, hogy beül a parlamentbe, és ott néhány nagyívű beszédet elmond, az nem tesz semmit a rendszerleváltás érdekében. Szintén aljas hazugság azt gondolni, hogy egy baloldali jelölttel, meg más tartalmi ajánlattal 4 év múlva majd sikeresen meg lehet verni a Fidesz. Tehát ebben a rendszerben, amikor gyakorlatilag az erőforrás különbségek annyira erősek voltak, ugye az ellenünk folytatott lejárató kampány a Fidesz részéről annyira hatékony volt, olyan hazugságokkal tudták megmérgezni az emberek szívét, mint például, hogy elvinnénk katonának, nem is katona embereket meghalni Ukrajnában. Tehát ezek a hazugságok sajnos azt mutatják, hogy a Fidesz mára olyan mértékű hatalmat épített ki ebben az országban, olyan mértékben működik a propagandagépezet, a hazugsággyár, hogy bármelyik választást meg tudják nyerni, 4 év múlva is meg tudják nyerni. Tehát én azt gondolom, hogy a legfontosabb azt feldolgozni, hogy nem a parlamenti politizálással lehet változtatni ezen, hanem igenis az emberek közé ki kell menni, nem 4 évente egyszer kell elmenni, akár Erdélybe, akár a kis településekre. A fiatalokat föl kell karolni, nekik kell segíteni, nekik szabad egyetemet fogunk szervezni. Igen? Muszáj befejeznünk, pedig hallgatnám tovább. Ígérem, hogy innen fogjuk folytatni, sőt, beszélünk majd külön még hódmezővásárhelyi ügyekről is. Márki-Zay Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre. Nagyon szépen köszönöm, és mindjárt kívánok, szép napot. Spirit FM 92.9.
A nagyváros hangja. 1000 állás helyett ajánl fel Budapest annak a 400 dolgozónak, akit a Tungsram az év végéig bocsát el fővárosi gyárából. A munkahelyek a fővárosi cégeknél lévő betöltetlen álláshelyekből jön össze. A BKV, a vízművek és a gyógyfürdők pozícióit ajánlják. A részletekről Kis Ambrus főpolgármester helyettest kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is. Milyen munkahelyekről van szó? Nyilván próbáltunk olyan álláshelyeket összeszedni, amelyek a Tungsramban dolgozók, Tungsram budapesti gyerettségében dolgozók számára szóba jöhetnek, és ezek között nagyon-nagyon eltérő munkakörök is vannak. Most példát mondok, köztisztviság gépjármű vezetétől egészen a villamos vezetőkig, szerelők területekig, tehát nagyon-nagyon széles a spektrum, amit be lehet tölteni. Nyilván ezek jelen pillanatban is rendelkezésre álló betöltetlen álláshelyek, hiszen ekkora munkaerőhiány van a budapesti cégeknél. No, igen, akkor úgy tűnik, hogy ez egy ilyen kvázi win-win szituáció lenne? Abszolút arról lenne szó, hiszen hogyha el tudnánk csábítani ezeket a munkásokat, akkor nyilván ennyivel kevesebb üres álláshelyünk lenne, és ennyivel kevesebb túlórát kellene a cégeknél végezni a ott lévő dolgozóknak, tehát ez abszolút ez egy jó megoldás lehetne. Miért van ilyen fokú munkaerő hiány ezeken a területeken? Ugye azért ezt tapasztaljuk az ország más nagyvárosaiban is, hogy jelentős munkaerő hiány van. Nyilván ennek egy demográfiai oka is van, a másik pedig, hogy hát egyre inkább azok a fizikai munkakörök, ahol amiket mi is fel tudunk ajánlani, azok esetében sajnos a Kelet-Közép-Európában, Nyugat-Európában is az a trend, hogy egyre nehezebb a munkaerőt találni. Nyilván ennek oka az is, hogy mennyit tudunk fizetni ezért, hiszen nem feltétlen versenyképes fizetésekről vannak szó, mondjuk az építőiparral, ahol jóval nagyobb fizetéseket lehet összeszedni. Ugyanakkor mi egy kiszámítható munkahelyet tudunk adni, talán azt is lehet mondani, hogy válságálló munkahelyet tudunk adni, hiszen a közszolgáltatásokra mindig szükség van, még akkor is, hogyha éppen egyébként recesszió van a gazdaságban. Hogy működik ez a gyakorlatban? Így kihirdették, vagy megkeresték a Tungsram dolgozóit? Mennyi idejük van átgondolni, elfogadni? Ha elfogadják, akkor kell-e átképzés? Ja, a Tungsram dolgozói a cégvezetés tájékoztatása szerint ősszel kerülnek elbocsátásra. Hamarosan kialakítja azt a népsort, azt a listát a cég, hogy kiket kíván elbocsátani. Mi abban állapodtunk meg a Tungsram vezetésével, illetve a szakszervezettel is, hogy ahogy ezzel végeztek, nagyon szívesen kimennénk akár a gyárba is, kitelepülnének a kollégáink, és ott nem csak ezeket az üres álláshelyeket tudjuk felajánlani az ott dolgozóknak, hanem egyébként munkaerőpiaci szolgáltatásokat is, például, ez nagyon egyszerű példát mondok, sokan közülük több évtizede volt, hogy utoljára állást kerestek, számukra az álláskereséshez, önéletrajzíráshoz, az állásinterjúra való felkészüléshez is tudunk segítséget nyújtani, valamint, hogyha olyan munkakörökről van szó, akkor a képzéshez, átképzéshez is tudunk segítséget adni, akár meg tudjuk szervezni és finanszírozni is tudjuk a cégénk segítségével. Szóval ez több mint 1000 álláshely, azért ez arról is szól, hogy ott a helyszínen nagyon gyorsan próbáljunk segítséget nyújtani ezeknek a dolgozóknak. Hogy látja egyébként, kaptak már bármi nemű visszajelzést, vagy megkeresést, hogy jó ötlet ez, be tudják tölteni ezt a 400 állást? Létrejön a win-win? A szakszervezetek és a cégvezetés nagyon nyitott volt, örültek neki, és nyilván az elkövetkező hetekben derül ki, hogy mennyi dolgozót érdekelhetnek ezek az állásják. Azért az is fontos, hogy sokan közülük kapnak majd a versenyszférából is ajánlatokat hasonló területekről, úgyhogy munkaerőpiaci szempontból szerintem megoldható a probléma, nem lesz ebből lokális krízis, viszont ez nagyon fontos volt, és ezért akartunk nagyon gyorsan az elején lépni. Az itt lévő munkavállalók, akik most bizonytalanságba kerültek, nem tudják, hogy mi lesz velük, azok érezzék azt, hogy a város mögöttük van, segít nekik, hogyha szükséges. Versenyképes egyébként a fővárosnak ezen cégeinek a fizetése a jelenlegi mondjuk Tungsram bérrel? Mert a piacot nem kérdezem meg. Ezt én is feltettem, hogy milyen bérszerkezet van a Tungsramnál, miután nem tudták megmondani még, hogy kik azok a konkrét munkakörök, akiket elbocsátanak, ezért utána tudnak valami fajta bér térképet adni számunkra. Nyilván ahhoz képest, hogy valakinek nincsen munkája, minden versenyképesebb. Mindenekünk a legnagyobb versenyképesünk talán abban, hogy ezek tartós munkahelyek, amik válságállók, tehát hogy azért a vízművekre
és a közösségi közlekedésre mindenképpen szükség lesz akkor is, hogyha a gazdaság visszaesik Magyarországon. Egy nagyon rövid válasz. Leghamarabb mikor állhat munkába egyébként egy dolgozó az új helyen? A leghamarabb tulajdonképpen bármikor, hiszen hogyha most azt mondja, hogy ő elköszön a Tungsramtól és átjön hozzánk, akkor ez azonnal megvalósulhat, de a létszámleépítéseket nézve ez az év második felében lesz reálisabb inkább. Kis Ambrus főpolgármester helyettes, köszönöm, szép napot! Köszönöm szépen, bizonyos! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyerák Anikó. Május 4-én volt a tűzoltók világnapja. Ezen a napon Szent Flóriánra, a tűzoltók patrónusára emlékeztek, aki római katona volt és a tűzoltók önfeláldozását, valamint bátorságát testesíti meg. A hivatásos tűzoltók független szakszervezete köszöntött minden hivatásos, önkéntes, önkormányzati és nyugdíjas bajtársukat. A telefonnál a szakszervezet elnöke Salamon Lajos. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat! És a köszöntésen túl, amit természetesen már tegnap is megtettünk egyébként mi itt adásban, szeretném, hogyha a problémákról is beszélnénk, vagy felhívnánk erre a figyelmet, hogy ha és amennyiben még vannak. Vannak? Hát, még vannak. Fogalmazunk úgy, hogy még vannak. Egy évvel ezelőtt volt egy felmérés, amelyből kiderült, hogy az nem kérdés, hogy mondjuk a rendőröknek vagy a tűzoltóknak kell plusz bevételi forráshoz nyúlniuk, ezt ugye úgy szoktuk hívni, hogy fusizni kell, vagy maszekolni, de hogy a tűzoltóknál a legtöbb ilyen maszekoló van, 12 ezerből 8 ezeren kénytelenek dolgozni pluszban. Ez a helyzet javult-e? Sajnos nem. Hiába történtek olyan jellegű intézkedések, mint most például ez a 6 havi fegyverpénz, ez sajnos csak egy ideillő szóval egy tűzoltásnak felel meg, de gyakorlatilag nem hozdított előrébb az állományt semmennyivel sem, ugyanis ez a pénz, ez kvázi egy utólag megfinanszírozott történet volt, tehát ez a fegyverpénz 3 évről szólna, erről az előző 2 év elmaradott béremeléseit próbálták valamilyen szinten kompenzálni a kormány részéről, valamint ezt az évet megelőlegezte a kormányzat a kollégáknak, és gyakorlatilag az a 10%-os béremelés, ami igazából történt, az arra volt jó, hogy talán eddig fedezte az inflációnak a dolgait, de viszont innen már sajnos ez a dolog nem fog tovább működni, mert itt körülbelül ilyen május-június környékétől már úgy elszabadultak az árak, hogy szinte a fizetés emelés, a béremelésnek ez a része már nem befolyásolja a kollégákat. Tehát gyakorlatilag most olyan, mint hogyha megint nullán lennének, és nem történt volna béremelés? Igen, csak hogy egy példát mondjak, a kollégák ezt a 6 havi fegyverpénzt úgy nevezték, hogy leszerelési segély. Ugye gyakorlatilag most, amíg ez a veszélyhelyzet fennáll, tehát most meghosszabbította a miniszterelnök úr július 1-jéig, addig nem szerelhetnek le a kollégák igazából. Azért van itt is kisebb, nagyobb mozgástér, tehát tudnak azért, akinek nagyon sürgős vagy fontos, le tudnak szerelni, de gyakorlatilag egyre nehezebben fog működni ez a dolog, mert sajnos a létszámunk már olyan szintre csúszott vissza, hogy néhol már szolgálatellátási feladatokat, problémákat okoz a létszámhiány. Gondolok itt arra, hogy például egy megyén belül egy-egy városból a másik városba kell átjárni kollégáknak ahhoz, hogy ki tudják adni a napi szolgálati létszámot, és ha ez így fog tovább haladni, és nem lesz semmi nemű komolyabb béremelés, vagy ugye az életpályamodellnek a tovább vitele, akkor ha megszűnik ez a leszerelési moratórium, akkor nagyon sokan gondolkodnak azon, hogy végleg elhagyják ezt a gyönyörű hivatást. Ezt lehet tudni, hogy milyen mértékű távozásra számít mondjuk a szakszervezet? Egyáltalán hány tűzoltóról beszélünk most, aki aktív, mekkora hiány? Gyakorlatilag azt mondom, hogy a tűzoltók létszám olyan a végrehajtó állomány létszám olyan 7000-8000 közé tehető. Igazság szerint ugye mi egy állománytábla szerint dolgozunk, és ezek az állománytáblák változnak bizonyos szinteken. Ezt az állománytáblát különböző beosztásokkal kell feltölteni, egészen a vonulós tűzoltótól a szolgálat parancsnokig, ami bennünket igazából mind vonulós tűzoltókat érint. És sajnos azt kell mondanom, hogy szinte minden területen a beosztott tűzoltók, gépjárművezetők,
és az irányításban résztvevők, tehát mondjuk egy szerparancsnok, egy rajtparancsnok, egy különleges gépkezelők és a szolgálatparancsnokok környékén is találhatók hiányok. Valamint azért azt is el kell mondani, hogy a 8 órás állományból is előfordulnak leszerelések, és ugye ilyenkor az esetek többségében a végrehajtó állományba pótolják a 8 órás kollégát, ami pedig egy újra létszám problémát generál még többet a végrehajtó állomány körében. Melyik területen számít ön leszerelésre, és milyen mértékűre? Én inkább a vonulós tűzoltók területén számolok, illetve számolunk. A felméréseink azok nagyon érdekesen alakultak, ugyanis amikor úgy volt, hogy kötelezővé teszik a COVID-oltást, akkor ugye arról volt szó, hogy aki nem oltatja be magát február 15-ig, annak egyéb fizetés nélküli szabadságra kell, hogy menjen. Akkor itt a miniszter úrnak egy levelet, amiben azt taglaltuk, hogy mi értjük az ő elképzelését, hogy egészséges emberekkel lehet a hazát megvédeni, egészséges emberekkel lehet a szolgálatot ellátni, tehát egy fizetés nélkül szabadságon lévő emberrel sem lehet a szolgálatot ellátni. Tehát gyakorlatilag ez egy majdnem ilyen öngólnak nevezhető történet volt. Az akkori felméréseink szerint az állomány, és most megint ragaszkodok a vonulós állományhoz, tehát a végrehajtó állományhoz, közel 40%-a jelezte felénk, hogy amennyiben kötelező lesz az oltás, akkor le fognak szerelni. Ezt az intézkedést aztán február elején visszavonták, de hát addigra az állomány egy része azért valamilyen szinten beoltatott, mert sajnos a fegyverpénz kifizetését is, a hathavi pénz kifizetését is az oltáshoz kötelezték, és így azért néhányan elgondolkodtak és beoltatták magukat, de az oltatlanok létszám úgyis közel 20% körül volt, de mint ahogy az előbb elmondtam, ha csak 10% maradt volna, már akkor is komoly szolgáltatási problémákat okozott volna. Mondja nekem most számot, most hogyan látja, hogyha itt vége van ennek a leszerelési moratóriumnak, akkor hogyan látja a tűzoltóknak, hány százaléka az, aki elfogja? Ugye a mi adataink szerint, akik jelzik felén, naponta telefonálnak, e-maileket írogatnak, hogy tarthatatlan már ez az állapot, ekkora pénzből nem tudja eltartani a családját, és most maradjunk annyiba, hogy igen, itt van a másodállási lehetőség, de mi van, ha nincs? Vagy mi van, hogyha az ember táppénzre szorul, vagy egyéb más olyan dolga van, akkor rögtön ez a dolog már bukik. Mi úgy látjuk, hogy most valószínűség szerint egy 20%-a a létszámnak az, amelyik erre teljesen gondolkodik. Azon, hogyha ez a moratórium fel lesz oldva, akkor veszi a kalapját és eltávozik a testülettől. Ez most egy ilyen utolsó pillanatban vagyunk, tehát hogyha most az új felálló kormány valamilyen szinten próbál ezen egy valami szintű enyhítést tenni, tehát itt még egyszer gondolok, itt egy komolyabb béremelésre, az életpályamodell mind három lépcsőfokának a megtartására, megszervezésére, mert gyakorlatilag most ugye a három lépcsőfokból egyedül most ez a fegyverpénzzel a bér úgy, ahogyan teljesült, a többi a szociális ellátottság, gondolok itt azért a szolgálati nyugdíjról, a szolgálati nyugdíjra, amiről nem szívesen tárgyal velünk a kormányzat, és gondolok még itt az egyéb egészség megőrzési, rekreációs és egyéb más olyan problémákra, valamint a szociális ellátottságra. Tehát azért gondoljunk csak bele abba, hogy régen a rendvéremnek voltak saját óvodái, bölcsődői, voltak saját üdülőink, voltak saját kórházi ellátottságunk, most ez gyakorlatilag eltűnt és nincs. Salamon Lajos, a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és köszönjük a munkájukat így egy nappal az oltott napja. Köszönjük mi. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. Intenzív női fókusszal indul a tavaszi szemeszter a Design Terminál Mentor programjában. A Womentoring program elemeken férfi és női vállalkozói utak különbségéről, vagy éppen a nemek időmenedzsment kihívásairól is lesz szó. Idén Svédországból, Nagy-Britanniából, Lengyelországból és Magyarországról kerültek be startupok a programba. Jónás Lászlót, a Design Terminál szakmai vezetőjét kapcsoljuk. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat. Bevallom, amikor készültem a beszélgetésre, egy nagyon picit azért elmosolyogtam, hogy Womentoring, intenzív női fókusz, és Jónás Lászlóval fogok majd beszélgetni erről. Igen, szóval... igen, pont ezen gondolkodtam én is, ugye? Hogy szakmai vezetőként milyen érdekes, hogy,
hogy ez pont az egyenlőségről szól nálunk, hogy a dizájn termelő munkavállalóinak több mint 70%-a nő, a vezetőségünk fele nő. És, ezek szép és, számok. Igen, büszkék is vagyunk rá, és talán pont ezért is indulhatott el ez a program nálunk, mert annyi hölgy kollégánk van, hogy nem nagyon értettük azokat a cégeket, akinél nincs ennyi hölgy, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy tudnánk ezen segíteni, és erről szól a Woo Mentoring programunk. No, igen, mi a program maga? A Design Terminál 2017 óta indít startup programot Magyarországon a legrégebb óta, és ebben a szektorban azért sokat halljuk, hogy az ilyen technológiai cégeknél, a startupoknál kevés a női alapító, vagy akár a női vezető, talán még kevesebb is, mint a hagyományos szektorokban. És mi azt gondoltuk, hogy ennek nincs más oka, mint hogy azt a közeget, ahol a nők ebben az életkorban tanulnak, dolgoznak, szocializálódnak, azt nem érjük el megfelelően. És arról szól a Woo Mentoring programunk, hogy megpróbálunk eljutni hozzájuk, és utána olyan programokat építünk nekik a mentorprogram keretein belül, ami kifejezetten számukra izgalmas, hogy például a családdal együtt hogy osztjuk be az időnket. Mi nem a kvótákban hiszünk, hogy X számú női vállalkozónak kell ebben a programban lennie, mert nem azt gondoljuk, hogy az lesz a sikert. Hiszen olyan programot kell kialakítani, ami valójában mindenki élethelyzetére választ tud adni, és akkor az egy divers, izgalmas program lesz. Mi az, amivel pontosan foglalkoznak? Hogyan tudják segíteni ezt? A program úgy működik, hogy a mentorprogramunk alapvetően egy 3 hónapos fejlesztési program, mert minden olyannal találkoznak a benne részvevő csapatok, ami egy sikeres vállalkozás működtetéshez szükséges. HR, pénzügyek, marketing, értékesítés, minden ehhez kapcsolódó. A program Woo Mentoring részében pedig a női alapítók és a női vezetők több külön eseményen vesztek részt. Mit már említettem, például az egyik nagyon-nagyon egyértelmű az időmenedzsmentről szóló külön oktatás, de van olyan eleme, amikor sikeres női vezetőket ültetünk egy asztalhoz velük a közférából, a vállalati szektorból és a non-profit szektorból, ahol igazából arról tudnak ők beszélgetni, hogy mi kell ahhoz, hogy egy nő sikeres legyen. Mi? Hát ez egy jó kérdés, hogy erről szól a program, hogy tudjuk ezt meghatározni, mikor lehet nő, egy nő sikeres egy vállalkozásban. Kell ezt egyáltalán? Van erre még mindig szükség, hogy ezt meghatározzuk? Vagy csak annyiról van szó, hogy figyelnünk kell arra, hogy egyenlő esélyeket biztosítjunk. Vagy máshogy kell egy női vezetőnek vezetni ahhoz, hogy őt elfogadják. Ebben a programban pont ezekre keressük a választ, de nem tőlem, ugye, mint már az elején említette, hogy milyen dolog az, hogy Jónás Lászlóként beszélek a női programunkról, hanem ebben a programban már ezek a női vezetők segítik a résztvevőket. No, ki és hogyan kerülhet be, illetve kerülhetett be ebbe a programba még? Röviden erről is beszéljünk. A Design Terminál évente kétszer indítja ezt a mentorprogramet, tavasszal és ősszel. Jelentkezni a Design Terminál honlapján lehet. Általában ott fönn vannak a feltételek, illetve hogy mik azok, amiket mi nyújtunk a részvevőknek, hiszen ez sokkal fontosabb, hogy olyan értékajánlatot adjunk, ami izgalmas, és ott azokat is láthatják a jelentkezők, hogy kik voltak már a mentorprogramban, kik azok a sikeres vállalkozások, hogy keresztül mentek ezen. Talán tegnap jelent meg az egyik híres magyar újság 30 sikeres 30 év alatt listája, amiből több olyan van, aki a mentorprogramunkban végzett, és hölgyek is vannak ebben a listában, szóval ez talán jól mutatja azt, hogy aki ebben a programba bekerül, az nem csak olyan szakmai tudást kap, ami segíti őt, hanem egy olyan közösséghez tud tartozni, ami őt motiválni tudja, és ha bármikor szüksége van segítségre, akkor ezt is meg tudja kapni. Jónás László, a Design Terminál szakmai vezetője. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző. Hazafi Zsolt tollából köszöntelek itt is. Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, és neked is.
Szinte egész nap ezt a beszélgetést várom, és bocs minden előző vendégünktől, mert ilyenkor szoktál nekem hozni mindenféle hírt, és választhatok közüle, mert hogy megpróbálsz dezinformálni engem, hú, de szépen kötök a mai adásunkhoz, figyeled? Igen. Hiszen erről is volt szó, ugye a mai adásban egy nyelvésszel beszélgettünk erről, hogy mást mutathatnak a címek, mint ami a tartalom valójában. Amúgy tele van az internet, jó hírekkel. Én 4 hírt is hoztam. Na. Az egyik az, ha bármelyik internetes oldalt kinyitod, akkor egy olyan hírrel találkozol, amivel az én álmom teljesül, és úgy érzem, hogy visszaállhat a világrendje. Ez az egyik sztori. Jó, ez már izgalmas. A másik történet egy közmunkásasszonynak egy hatalmas győzelme. A harmadik hír a te általad is nagyon sokszor idézett, és nagyon sokszor a te műsorodban szereplő Brückner Gergely a Telexen egy rálelt a kormány szenteheneire, és van egy Indexen egy olyan hír, ami arról szól, hogy Magyarország egyik legbefolyásosabb asszonyának van egy olyan ötlete, amitől szerintem a magyar hölgyek lemennek hídba. No, hát akkor szerintem haladjunk sorrendbe, mert mindegyik izgalmas. Tehát az van, hogy évekkel ezelőtt én úgy éreztem, hogy megérett a világ a pusztulásra. De nem. Mert igazságtalanság történt, igazságtalanságok sora történt. A BL döntőben a Real Madrid úgy győzte le a Liverpoolt, hogy egy Sergio... Most verem a fejem a mikrofonba. Sergio Ramos... Hát egy ilyen MMA-s, thai-boxos, judós, brazil jiu-jitsu fogással eltörte Mo Salahnak a kulcscsontját, és a Liverpool megzavarodott és kikapott. Viszont tegnap egy igazi focit láthattak a foci rajongók, mert szuper, a Real Madrid ugorjunk. Játszott a Manchester City-vel, az utolsó pillanatban... Lehet, hogy nem tűnik fel, de nem Somos András és nem Rónai Egon vagyok. Utolsó pillanatban győzött a Real Madrid a Manchester City ellen. Igazi foci volt, igazi küzdelem, igazi győzelem, és viszont megismét ötlet ezért a Real Madrid Liverpool döntés. És nem érem, fejezed be, komolyan nem fejezed be, kikapcsolom a mikrofonodat. És remélem, az lesz, hogy a Real Madrid szurkolók sírni fognak. Mert hajrá, figyelj, Liverpool. Ezek után lehet, hogy a másik hármat nem is akarom hallani, de a dezinformációt tökéletesen hoztad legalább. Igen. Álmom teljesült, tényleg. No, akkor a legutolsót mondjad még el mindenképpen az Indexen. Az Indexen, és mit Mária, aki Magyarország egyik legbefolyásosabb hölgye, és tudod überelni. Adott egy olyan interjút, ami viszont teket tetszeni fog, mert te katona fan vagy, katona műsorokat vezetsz. Igen, a katonaságnál is dolgoztál. Kisújadban van a katonaság minden kis dolga. Na, azt mondta, hogy Magyarországon vissza kéne vezetni az általános hadkötelezettséget. Bírta ezt mondani. És nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is. Tehát, ha most érettségizni, ami nem messze volt neked, ha most érettségiznél, akkor előfordulhat ott volna, ha ezt pár éven belül bevezetik, hogy el kell menned katonának kötelező hadkötelezettség tekintetében. Jó, hát igen, most lesznek majd bajban ezzel. A többi hírt el sem mondhatom? El sem mondhatod, mert megjött Dézsi Zoltán, és igazából annyira megütöttél ezzel a focis hírrel, hogy ha van olyan, ami nem veri ki hasonlóképpen a biztosítékot, akkor elmondhatod. Ja, egy közmunkás asszony, erről ír az ATV.hu, nyert egy polgármesterre szembe, aki a polgármester a falunak volt az orvosa, házi orvosa, és azt követte el, hogy a takarítónőt kérte meg, hogy adja be a hölgynek az injekciókat a takarítónőt. Mondjuk jó, ez jó sztori. És igazából hosszú procedúra után a hölgy, aki egy közmunkásasszony volt, elérte azt, hogy a Magyar Orvosi Kamara Etikai Bizottsága ő mellé állt, és a Telexen van az a hír Brückner Gergelytől, hogy a kormánynak vannak azok a szentei neheini, amihez nem lehet hozzányúlni, ez a például a rezsicsökkentés, és egy olyan tervet kell kidolgozni a kormánynak, hogy a kormány mögötti szakembereknek, hogy úgy váljanak le az orosz energiáról, hogy a szentehenekhez nem nyúlhatnak. No, hát erről is fogunk bővebben beszélni, a többit tartsd meg egyébként, amiket még találtál holnapi editorra, mert hogy akkor fogunk hosszabban. De csak azt szeretném mondani, hogyha elmondhatom azt, hogy hajrá Liverpool. Nem, lekeverlek. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
Mert hogy megérkezett Dézsi Zoltán, akinek perceken belül át fogom adni itt a lehetőséget, hogy szórakoztassa. Valamilyen foci sírt nem tudsz mondani. Nem, de én Bayern München szurkoló vagyok, úgyhogy nekem mindegy, hogy a Real Madrid nyer, vagy a Manchester. Na jó, a bisztróban mi lesz, ha nem foci? Két témát ajánlanék a kedves hallgatók figyelmében, mert tudom, hogy nem sok idő van már. Az egyik az, hogy ma lenne 80 esztendős Bújtor István. A hallgatók nem látják, de Bújtor István a spólóval rajtam természetszerűen. Na majd szelfizünk vele. De az én méretemben, nem a tiédben. Az a helyzet, hogy Bújtor Balázstól, Bújtor István fiától kaptam, és ő valószínűleg rám nézett a fotó alapján, és a legnagyobbat hoztam. Valamikor posztoltál ebben. Igen, nem? Így van, itt volt Balázs, ugye? Benne a szerkesztőségben. Na. Éppen ezért most nem vele emlékszünk majd az édesapjára, hiszen nemrég beszélgettünk vele itt a bisztróban, hanem Kovács István színművésszel, aki a Pogány Madonnában a legfőbb gonoszt alakította, Bújtor István ötvös csöpi legfőbb ellenségét, de a való életben nem voltak ellenségek. Ráadásul ugye ő akkoriban mindent eljátszott, Bornemisza Gergelytől az Abigail egyik főszerepéig, szóval, és én beszéltem vele, 77 éves, ugyanolyan a hangja, mint 50 évvel ezelőtt, imádtam. Úgyhogy vele fogunk beszélgetni, aztán pedig a másik, amit ajánlanék, itt lesz az Animal Cannibals együttes a stúdióban. Egy gimibe jártam velük. Wow. Képzeljétek el, volt egy úgynevezett Lévis klub a pincébe, amit ők kezdeményeztek igazából, egy klubhelységet hoztak létre a gimnázium alaksorába, és ott voltak az első koncertek. Fantasztikus. Egyébként VMG, VMG. Szellák Vivi szerkesztőm talált abból az időből egy interjút, ami szerintem kb. Az első tévi interjúja lehet az Animal Cannibalsnek, ilyen angyalarcú kisfiúk, és arról most beszélnek, hogy azok. Ricsi P. lakásán veszik fel és a dalaikat. És ők jönnek személyesen? És ők itt lesznek személyesen, és hosszan fogok velük beszélgetni. Úgyhogy ők is itt lesznek, és ha van még 30 nincs másodperc. Na jó, 10. 10. Cseresznye, érik a Cseresznye fővárosában nagykörűben, de lesz-e idén, és azt mennyi? Hogy érik, és amikor mennyiért? Még most két hete fotózkodtam a cseresznyefák árnyékában? Hát úgy érik, hogy ott villám akkor gyorsan érik. Jó. No, hát tartsanak el Dézsi Zoltánnal akkor perceken belül. Ez volt már az Aktuál. Köszönöm Hazafi Zsoltnak a szerkesztést, és Toró Nikoletnek, aki közben itt szórakoztatott minket mindenféle jópofa kérdéssel, Kátai Kristófnak pedig a technikai segítséget, hogy a sok beúszásomat, mert fontos témáink voltak, lekövette. Legyen nagyon szép napjuk, viszont hallásra.